Tisztelt miniszter úr, tisztelt főigazgató asszony, tisztelt Lánci András professzor úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés, hogy én köszönthetem önöket a 2023-as év ötvös előadásán itt a Várkert bazárban. Szép jó estét kívánok, én Ferkó Dániel vagyok, az esemény házigazdája. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és a mai rendkívül izgalmasnak ígérkező eseményen velünk tartanak. Tisztelettel kérem önöket, hogy telefonjaikat tartsák kikapcsolva az esemény ideje alatt. Köszönjük! A 21. század intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány együttműködésének köszönhetően 2015-ben indult útjára a nagy sikerű Ötvös Előadások című rendezvénysorozat. Az évről évre Magyarországon ritkán megforduló külföldi, illetve a nagy tekintélyű hazai előadókat felvonultató programsorozat célja, hogy a résztvevők az adott témában legjáratosabb, leginkább lényeglátó és leghitelesebb értelmezők segítségével gondolkodhassanak el a folyamatosan változó világunkról, a közéletet leginkább foglalkoztató aktuális kérdésekről. Az Ötvös József előadások keretében ezúttal Lánci András, Széchenyi díjas filozófus, politikatudós, egyetemi tanár tart előadást. Erkölcs és filozófia a politikai megváltás korában címmel. A nyugati ember önmagára maradt. Se istene, se túlvilági végazda nincsen. Csak hogy az ember megváltásra szoruló lény. A vallás helyett azonban a politika vált e szükséglet kielégítésének fő ágensévé. A politikai megváltás az emberi ész által ajánlott megváltás. Nem Isten, nem a természet, hanem az ész képes megteremteni a megváltás feltételeit. Ennek egyenes következménye minden természeti kiirtása az ész nevében. Az ember individuumként kiemelése minden természetes közösségéből, családból, baráti közösségből, hitelvű csoportosulásokból. A végeredmény? A modern individuum magányos, bizonytalan, dezorientált és otthontalan világa. Meggyőződésem, hogy ezen húsba vágó gondolatok, melyeket Lánci András politikai megváltás című legújabb könyvéből idéztem, nem csak ezen az estén kerülnek a figyelem középpontjába, de minden bizonnyal meghatározzák jelenünket és jövőnket is. Előtte azonban még tekintsünk egy kicsit a múltba, tisztelegjünk az előadás sorozat névadója előtt. Ötvös József báró 1813-ban született, és 1871-ben halt meg. Sokoldalú ember volt. Irodalmi munkássága épp úgy jellemezte, mint állambölcseleti tevékenysége. Kétszer is Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere lett. Először akkor, amikor 1848-ban létrejött a magyar történelem első felelős kormányzata. Másodszor akkor, amikor 1867-ben a magyar nemzet és a Habsburgok között létrejött a kiegyezés, aminek eredményeképpen a Habsburg birodalom átalakult osztrák-magyar monarchiává. Ötvöst azonban Magyarországon nem csak azért tisztelik, mert fontos állami pozíciókat töltött be. Politikus volt, de valójában politikájának eszmei tartalma és értelmiségi teljesítménye biztosítja számára a helyet a képzeletbeli nemzeti panteonban. Liberális volt. A társadalomra úgy tekintett, mint amelyet egyaránt jellemez az apály és a dagály játéka. Ahogy fogalmazott, a legnagyobb lelkesülés és levertség időszakai szintoly rendesen követik egymást. Ötvös úgy gondolta, hogy az államot, az állam rendjét ennek megfelelően kell elrendezni. Olyan alapokat, szerkezetet kell teremteni, amely kiállja az apály és a dagály változásainak próbáját. Ő is megtalálta azt az eszközt, amelyet kortársai közül sokan erre a legalkalmasabbnak ítéltek, a szabadságot. Államszervezői és állambölcseleti munkásságát ez a felismerés hatotta át. Úgy látta, hogy a 19. század főeszméi a szabadság, az egyenlőség és a nemzeti eszme. Tevékenysége arra irányult, hogy ezek között a következményeiket tekintve nagyon is széttartó eszmék között valami fajta egyensúly alakuljon ki.
Látta, hogy a nemzeti eszme egyeduralomba törekszik. De egy olyan sok nemzetiségű birodalomban élt, amelyik ezt az egyeduralmat nem viselte volna el. Tudta, hogy az egyenlőség ideája előbb-utóbb szétverheti a szabadság rendszerét. Hiszen a szabadság világában megteremtődik az az egyenlőtlenség, amelynek ellenhatásaképpen az egyenlőség eszme képes lehet lerombolni a szabadságot. Mindezek ellenszeréül mélyen hitt a politikai és személyi szabadság értékeiben. Úgy gondolta, hogy a személyes szabadság képes ellensúlyozni a nemzeti elvakultságot, és a politikai szabadság képes kanalizálni az egyenlőtlenségekből előálló feszültségeket. Éppen ezért hitt a parlamentális rendszerben és erre épülő központi hatalomban és a személyes szabadságjogokban. Úgy gondolta, hogy a szabadságnak nem csak politikai, hanem kulturális biztosítékot is kell adni. Vallotta, a szabadság biztosítéka műveltség. Miniszterségei alatt ezért munkálkodott az oktatási rendszer társadalmi kiterjesztésében, és ezért vallotta a tanszabadság ideáját. Eötvös egy olyan korban élt, amelyben a liberális állambölcselet nagy gondolkodói is éltek. Kortársa volt John Stuart Millnek és Alexis de Tocquevillenek. Az ő nevüket a világon minden művelt ember ismeri. Eötvös jelentőségét azonban jóval kevesebben észlelik, pedig Eötvös nem más, mint a közép-európai Tocqueville. Megérdemli az utókor tiszteletét, a szabadság barátainak szeretetét. Immáron 2015 óta évről évre meghívjuk a legelismertebb hazai, illetve külföldi gondolkodókat, hogy fejtsék ki nézeteiket korunk legégetőbb problémáiról, legfontosabb kérdéseiről. Most egy rövid összeállításban bemutatjuk a korábbi előadókat. Nem mindegy, mit és mennyit tudunk a világról. Előadás sorozatunkat a nagy magyar gondolkodóról és politikusról, Báró Eötvös Józsefről neveztük el. Most pedig felkérem Schmidt Mária, a Széchenyi díjas történész professzort, a 21. század intézet főigazgatóját, hogy köszöntse a résztvevőket. Tisztelt miniszter úr, tisztelt elnök úr, tisztelt főigazgató úr, és tisztelt professzor úr, kedves András! Azért elég szép névsort láttunk itt, és nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült meghonosítanunk ezt a nagyon nagy presztízsű előadás sorozatot. Jó dolog, hogy találkozunk itt, együtt vagyunk, beszélgetünk, kortyolgatunk egy kis vizet, vagy talán pezsgőt, és eszünk hozzá egy kis pogácsát. Olyan polgári együttlét ez, amire készülünk, aztán bejövünk ide a terembe, leülünk, és várjuk azt, hogy meghallgathassuk az előadót. A gondolataiból tanulunk, esetleg van, amit szívesen utána kérdeznénk, vagy valami, amivel nem értünk egyet, vagy sok minden, amivel egyetértünk, aztán kimegyünk, megvesszük a könyvét, dedikáltatjuk, és úgy megyünk haza, hogy valamivel gazdagodtunk, valami olyan élménybe volt részünk, ami közös élmény. Ezek az esték az együttes élményről szólnak, arról, hogy jó együtt lenni, jó megtisztelni egymást azzal, hogy odafigyelünk a munkáira, a gondolataira, és különös megtiszteltetés az, hogy ma Lánci András, kuratóriumunk elnöke fogja az előadást megtartani. Bevallom, hogy
hát azért kellett unszolni is egy kicsit arra, hogy ezt elvállalja, de mégis aztán sikerült rávenni. Úgyhogy azt kívánom mindannyiunknak, hogy figyeljünk rá, értsük meg, mi az, amit elmond a korunkról, és azoknak a gondolatoknak a segítségével, amit tőle kapunk, gazdagodjon a mi látásmódunk is, és a megértésünk a körülöttünk levő világ eseményeivel kapcsolatban egy picit nagyobb fénybe derengjenek fel előttünk. Úgyhogy jó együtt létet kívánok, és egy újabb közös élményt. Köszönöm. Főigazgatóasszonynak köszönjük szépen a bevezető gondolatokat. Most pedig felkérem Kavecsánszky Ádámot, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök főigazgatóját, hogy mondja el köszöntőjét. Milyen tisztelt főigazgatóasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt Lánci professzor úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az én nemzedékem már beleszületett az információ gazdagságba, és természetesnek veszi, hogy minden hír a fény sebességével már a cselekmény megtörténtét követő pillanatban, vagy rosszabb esetben már a megtörténte előtt is elér hozzánk. Ezért is állít kihívás elé bennünket korunk egyik nagy problémája, a hitelesség hiánya és a vele járó bizalmatlanság, melyek lassan és biztosan a szabadságunkat is kikezdik. Az ötvös előadások nem titkolt céljai között szerepel a hitelesség helyreállítása és a bizalom megerősítése. A 21. század intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány ezért 2015 óta olyan előadókat kért fel korunk folyamatainak értelmezésére és elemzésére, akik kiemelkedő szellemi adottságaik mellett személyes életútjukkal és tapasztalatukkal vívták ki mindannyiunk tiszteletét. Idei előadónk Lánci András személyében egy olyan Széchenyi díjas professzort sikerült megnyernünk, hálával tartozunk ezért, nem csak az ötletért, de a közreműködéséért is Schmidt Mária professzorasszonynak, akit konzervatív filozófusként, politika tudósként szokás bemutatni. Hiteles szeméről van szó, aki évszázadok filozófiai és a politika világát érintő felismeréseit tette és teszi vizsgálódása tárgyává. Már előadásának a címe is felkelti az érdeklődést, hiszen abban az előadó a politikai megváltás korának hívja a jelenünket. Ahol pedig megváltás van, ott áldozatnak is lennie kell. Tisztelt hölgyeim és uraim, minden hegy csúcsban végződik, írja Báró Ötvös József, majd így folytatja. Emelkedjetek bátran, s kik kiindulva a hegy alján távol álltatok egymástól, fenn a tetőn találkozni fogtok. Szép és sokat mondó kép ez. Az ötvös előadások eredménye ugyanis éppen ez a találkozás. Ennek a találkozásnak pedig különleges szellemi és lelki minősége is van. Kedves vendégeink, hisszük és valljuk, hogy visszaszerezhetjük a hitelességet és vele a bizalmat, de ehhez persze őszintének kell lennünk. Lánci András professzor az őszintesség kritikai attitűdjével teszi majd mérlegre vészterhes korunkat. Tisztelettel és érdeklődéssel várjuk az előadását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy itt vannak. Tartalmas estét kívánok mindannyiunknak. Kavecsánszky Ádámnak köszönjük szépen. Most pedig következzen az Ötvös József előadás sorozat 2023-as előadójának bemutatása. Lánci András, politikatudós, filozófus, egyetemi tanár. A közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásaért alapítvány kuratóriumának elnöke. 2016 és 2021 között a Budapesti Corvinus Egyetem rektora volt, ahol korábban a Politikatudományi Intézet igazgatói tisztét töltötte be. Főbb kutatási területe a politikai filozófia, a politikatudomány ismeretelméleti kérdései, valamint a politika és morálfilozófia, a politikai teológia és a konzervativizmus elméleti problémái.
Lánci András dolgozott a Századvég Alapítvány kuratóriumi elnökeként, a Matthias Corvinus Kollégium és a Corvinus Egyetem kuratóriumának jelenleg is tagja. Számos kiadvány szerzője, szerkesztője vagy fordítója. 2002-ben jelent meg a Konzervatív Kiáltvány, 2009-ben pedig a Sors Hagyaték című kötete. Legutóbbi könyve a 2023-ban megjelent Politikai Megváltás, arra keresi a választ, vajon megválthatja-e az elmagányosodott, modern embert a politika. Lánci András munkássága elismeréseként 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, és 2022-ben Széchenyi díjban részesült. Pedig tisztelettel felkérem Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt miniszter úr, tisztelt főigazgató asszony, tisztelt professzor úr, elnök úr, főigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Azon gondolkodtam eddig, hogy igazából mit is keresek én itt. Nem a vendég sereg soraiban, hiszen a hallgatóság soraiban már csak az érdeklődésem miatt is itt lehetnék, de a kronológiája ezeknek az esteknek az, hogy a két szervezet képviseletében főigazgató asszony, illetve a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója köszönti a vendégeket, úgyis, mint a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumának elnöke, és hosszú ideig én utóbbi szerepemben, mint az alapítvány főigazgatója voltam itt, de azóta Kavecsánszki Ádám helyemre tört, sőt már a kuratóriumban is olyan mértékben visszaszorított, hogy mi Kövér László házelnök úrral csak tagok vagyunk, és ő pedig a kuratórium elnöke. És miután ők méltatják a utánam szóló előadót, illetve magát az eseményt, ezek után az a műfaj, amit én itt próbálok előadni, az, ami valójában nem létezik, tehát hogy a vicc poénja szól, ilyen állat valójában nincsen. De most mégis megpróbálok ennek az igénynek, vagy a lehetetlenre szóló felkérésnek eleget tenni. Már csak azért is, mert egyébként a magyar politikában, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a világpolitikában is, a bonyolult és elvontabb fogalmakról történő mélyebb gondolkodás az nem része a napi kommunikációnak. Talán már azt is mondhatnám, hogy a tiltott kategóriába esik, és önmagában az a cím, hogy erkölcs és filozófia a politikai megváltás korában éppen ezért hivogató, hogy az ember a sokszor magára erőltetett szerepből kitörjön, és láncait feledve néhány összetett mondatot is mondjam. Márpedig az biztos, hogy a politikában a valóság megismerése és megértése az egyik legfontosabb, különösen egy olyan politikának, amely alakítani akarja a valóságot, amely formálni akarja a mindennapokat. Így lehet kormányozni, így teljesíthető a politika hivatása a kultúrában, a köznevelésben, a honvédelemben, a gazdaság, vagy éppen a sport területén. Időnként azonban mélyebb kérdéseket is érdemes feltenni, éppen azért, hogy a politika mozgatórugói mögött álló miértekre, hogyanokra is vethessünk egy pillantást. Annak a hajósnak, aki nem tudja, hogy hová tart, nincs jó szél. Éppen ezért, amikor a filozófia irányából közelítünk a politikához, akkor a politika mélyebb mozgatórugóinak a feltárására teszünk kísérletet. Lánci András filozófust Magyarországon mindenki ismeri, aki a konzervatív gondolkodással akár tudományosan, akár a politika oldaláról foglalkozott, hiszen az európai és magyar konzervatív világról írott esszéi, tanulmányai, nyilvánosság előtti megszólásai az elmúlt 2,5 évtizedben a magyar közéletben meghatározóak voltak, sőt, mint azt láthatjuk az európai közéletben is, hiszen többek között Scruton és Legutko professzor mellett Lánci professzor is aláírója a 2017-ben született, és talán mondhatjuk, hogy nevezetessé vált az igazi Európa és a téve Európa kiáltványnak. A ma este vélhetően az előadás gerincét nemrégiben megjelent kötete a Politikai Megváltás
fogja szolgálni, és az is biztos, hogy a politikai megváltás is korunk egyik legégetőbb filozófiai dilemmáját járja körül, hiszen ez a kérdés szoros összefüggésben áll azzal, hogy mi lehet a politika célja és értelme, és hogyan érhető az el. Archimédesz a legenda szerint, amikor felfedezte a csigasort, amely a hatalmas oszlopokat is fel lehet emelni, azt találta mondani, hogy adjatok nekem egy szilárd pontot, és én elmozdítom a helyéről a világot. Ennek az archimédeszi pontnak a megtalálása a legnagyobb nehézség a politikában is. Mondhatjuk, hogy onnantól kezdve a többi már csupán technikai kérdés. És az elmúlt években erről az archimédeszi pontról sokkal nagyobb vita folyik, mint bármikor korábban, hiszen az európai demokrácia felfogása korábban arra épült, hogy közünk van egymáshoz, senki nem vitatta az alaptéziseket, nem csupán azt, hogy egyenrangúak vagyunk, hogyha itt a filozófiai gyökereit nézzük ennek, akkor egyenrangúak vagyunk Isten előtt, legyünk bár gazdagok vagy szegények, rendelkezzünk bár hatalommal, vagy éljünk a társadalom szélén, de végső soron van egy közös felelősségünk egymáshoz, és ennek az alapja egy keresztény gondolat, ennek az alapja Európa számára a kereszténység volt, az volt az archimédeszi pont, amelyen elmozdult a világ, vagy amelyről el lehetett mozdítani a világot. Ebbe gyökerezve építette fel ez a kontinens kultúráját, fejlesztette államiságát, és magát a demokráciát is. Az a szabadság és az a parlamentáris demokrácia, amelyben élünk, és amelyben a legutolsó időkig Európa legtöbb országa is élt, Európa sajátja volt, nem létezhet kereszténység nélkül. Ernst Wolfgang Böckenförde, a Német Alkotmánybíróság egykori bírája, és a NSZK talán legnagyobb hatású jogfilozófusa mondta ki a meglepő tényt, a liberális jogállam működésének feltétele a keresztény erkölcsiség. A szabad elvű állam csak akkor tudja biztosítani a valódi szabadság lehetőségét, ha olyan erkölcsi tényezőkre és erőforrásokra támaszkodik, írja a professzor, amelyeket önmagában nem tud létrehozni, és ezért a kereszténységtől kell kölcsönöznie. A szabad elvű állam csak akkor lehet a szabadság garanciája, ha merít a vallás erkölcsi erőforrásaiból. Ezzel szemben áll azonban a korunk szellemi valósága, az igazi Európa és Téve Európa kiáltvány, melynek mai előadónk is egyik szerzője és aláírója, így fogalmaz, idézem, bármi gazdag és nagy is Európa, nagy veszélyben is van, mert félre ismeri önmagát. Ez a Téve Európa civilizációnk betetőzésének képzeli magát, pedig valójában azon munkálkodik, hogy elkobozza otthonunkat. A kérdés tehát az, lesz-e nekünk még otthonunk? Köszönöm a figyelmet. Miniszter úrnak köszönjük szépen. A bajainktól való megszabadulást azt már nem Istentől várjuk, hanem nem az egyháztól várjuk, hanem a politikától várjuk. Minden politikaivá vált, és ez az ára annak, hogy lemondtunk egy csomó dologról, ami korábban a magánszférához tartozott. Mondta nemrég egy interjúban Lánci András, akit most tisztelettel felkérek, hogy tartsa meg a 2023-as ötvös előadást. Köszöntsük tapssal őt! Jó estét kívánok! Máriának minden szava igaz, de itt vagyok. És ezt őszintén mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek veszem, tartom. Tisztában vagyok ennek a jelentőségével, és főként nagyon is támogatom azt a kezdeményezést, amit ez az előadás sorozat jelent, mert bármiről is fogok most itt beszélni, és volt egy-két riasztó mondat, még én magam is megijedtem, hogy ha ezt valaki komolyan veszi, komolyan kell venni, de hogy nem lesz-e nagyon borulátó mindaz, amit mondani szeretnék. Nem lesz az. De nem azért, mert esetleg nincsenek benne súlyos mondatok, hanem azért nem, mert az egésznek az iránya az az, és egy mondatban hadd előlegezzem meg, amiről beszélni szeretnék, hogy a modern ember, amely nagyon nagy ambícióval indult, és itt a nyugati emberről beszélek,
abba, amit modernségnek nevez, egy közösségi élményből indult ki, mint minden nagy dolog az ember életében. Csak hogy az utóbbi, hát most nehéz lenne megmondani mennyi idő alatt, eljutottunk oda, hogy itt állunk egy saját erejére támaszkodó egyénnel, aki az elmúlt évszázadokban olyan messzire kiterjesztette önmagát, hogy agasztó jelenségeket mutat, és főként az, hogy a közösségi lény mi voltunk vált kérdésessé. Ez pedig az egész nyugati civilizációnak a problémája. Ez nem egyes nemzetnek a kérdése, de hát ott csapódnak le végül is ezek a problémák. Néhány mondatban szeretném elmondani, hogy miről lesz szó. Először is a modern emberi állapotról szeretnék beszélni, a politika szerepéről, a modern kiterjesztett én morális helyzetéről, a narcisztikus emberről, az ember közösségi lény mi voltáról. A 20. században a kollektivizmus a közösségi embert gyanúsá tette, miközben a másik oldal, a nyugati ember, a kiterjesztett énnel eljutott olyan vidékekre, ahol az egyén már kényelmetlenül érzi magát. Itt egy konfliktus van a kollektivizmus és a kiterjesztett én között. De az egészet át fogja hatni a filozófia csöndes sorok közötti dicsérete, amit nem olyan könnyű, főként sok ember előtt ezt vállalni, és ennek is megvan az oka, és talán összefüggésben is van azzal, ahol most vagyunk. Két gondolattal szeretném a filozófiáról fog vonatkozni a két gondolat, amit elmondanék. Az egyik magyar vonatkozású. Kornis Gyula 1926-ban, amikor a magyar filozófia fejlődéséről beszélt, az akadémia előtt tartott egy előadást, amely a következő mondatokkal kezdődik. Idézem. A filozófiának jóval szélesebb körű, egyetemesebb természetű és mélyebb jelentősége van egy nemzet lelkének és műveltségének formálásában, mint egy-egy szaktudománynak. A szellemi erőknek abban a kibontakozásában, melyet kultúrának nevezünk, minden korszakban sokféle vallási, erkölcsi, tudományos, jogi, művészeti, gazdasági törekvés és áramlat egymáson keresztül kasul kavarog. Az új ismeretek, értékelő állásfoglalások, irányzatok, vágyódások először önkéntelenül, ösztönösen, tudatosság nélkül bukkannak fel, és szivárognak tovább a lelkekben. Mint hogy azonban a megszilárdult hagyománnyal, de meg egymással is többi-kevésbé ellentétben vannak, ez az ellentét nem sokára kipattantja annak szükségét, hogy a kor új ismerete és értékfelfogása tudatos vizsgálat, elvi tisztázás tárgya legyen. Így a kor kultúrája öneszméletre ébred, öntudatossá akar válni. Kornis Gyula, ahogy a filozófia gyanúsá vált a 20. században, a mai napra vonatkozólag is elmondható, hogy gyanús az a legtöbb ember fejében. Kornis Gyula nagyon is tudta, hogy miről beszél, hiszen a Trianon utáni Magyarországon a filozófiát még a régi klasszikus értelmében fogta fel, vagyis azt, hogy a filozófia nem egyéb, mint az egésznek a tudásra, az egészre vonatkozó tudás igény. A filozófia elfelejtődött, Kornis Gyula is különböző okokból elfelejtődött, pedig volt az akadémia elnöke is, és ez a szövege pedig különösen érdekes. A másik, amit szeretnék mondani, az a filozófiának a világban lévő állapota, és csak egyetlen egy apróságot szeretnék elmondani, és ez pedig az, hogy ma általában kétféle filozófiáról beszélünk. Az egyiket úgy hívják, hogy kontinentális, tehát európai, a másik pedig az analitikus vagy angol száz filozófia.
Ez utóbbinak volt a 20. században igazán nagy kitörési pontja, miközben természetesen a kontinensen is egymás után születtek a jelentősebb életművek, megközelítések, hadd említsem elsősorban is Martin Heideggert, vagy Ludwig Wittgensteint, de lehetne sorolni a neveket. Azonban az, ami Oxfordban történt a 20. században, az mára egy nagyon fontos tanúsággal bír számunkra is, akik a magyar felsőoktatásban tevékenykedünk és aggódunk a sorsáért. Oxfordban ugyanis a filozófia a század közepére egészen kiváló generációt bocsátott ki. Az oxfordi filozófia a mai napig ebben az analitikus formájában, hiszen az analitikus filozófia itt és ekkor született meg, szinte megmagyarázhatatlan módon nevelte ki egy filozófusnak egy generációját, és fölment a kérdés, hogy miért. És négy okot szoktak manapság megnevezni, ami számunkra is szerintem fontos. Az egyik a klasszikus akadémiai szűrő. Ha bekerült valaki a filozófia szakra Oxfordban, akkor görögöt, ógörögöt és latint kellett tanulni. De nem csak úgy, immelámmal, hanem latin, illetve görög szövegeket kellett, saját szövegeket előállítani. Nem kínozni akarták a hallgatókat, hanem fegyelemre, alázatra nevelni, mert ezzel a lusták és mindaz, aki nem volt meggyőződve arról, hogy miért is került oda, az valószínűleg kibukott. A második, és ez a legfontosabb, ami nekünk is nagyon számít, a tutoriális rendszer. Ha ma megkérdeznek valakit a világban, mitől Oxford és Cambridge, mitől jók az amerikai egyetemek, a német egyetemek is jók, csak kevésbé jók a mostani mércékhez viszonyítva, az a tutoriális rendszer. Ez azt jelenti, semmi különöset nem jelent, egy professzor, egy hallgató, netán kettő. És ez olyan intenzív munkát tesz lehetővé a mai napig, hogy legendák születtek arról, hogy milyen munkatempóban történt mindez. Ezek a hallgatók, akik így képeznek, és ez ma is jellemző Oxfordra, a tutoriális rendszerben van. Ez a magyar felsőoktatásnak is egy üzenet. A harmadik, ezeknek az embereknek, akik világhírű filozófusokká váltak, nem volt PhD-jük. Egyszerűen nem volt rá szükség. Ők egyszerűen a saját nevükön lettek azzá, amivé lettek. PhD-t nem szereztek, azért ez meghökkentő. A negyedik pedig, hogy nagyon gazdag kulturális és társadalmi hatások érték az ottani hallgatókat, ami hozzájárult ahhoz, ami hát végül is ezt kialakította. Mára az analitikus filozófia is, azt is mondtam, hogy angol száz, tehát elsősorban valóban Amerikában és Angliában jellemző, ez sok problémával küszködik, és hát amiért részben mi is most itt vagyunk, hogy a világot értelmezzük, a filozófiában is ez nagyon is érződik, ha ez a bizonytalanság, ezért nincsenek ma olyan kiemelkedő alkotások és gondolatok. Nos, azt mondtam, hogy a filozófia csendes hát dicsérete az, amiről itt szeretnék beszélni, ami nem a filozófiát, mint szakmát illeti, hanem a filozófikus látásmódot, aminek a lényege a kérdésre való hajlandóság. Aki jól tud kérdezni, az egyben gondolkodni is tud. Aki tud gondolkodni, az tud kérdezni. Az a helyzet, hogy a filozófiának nem a válaszai az érdekesek, még csak nem is az, hogy milyen rendszert alkot. Itt egy, hogy is mondjam, önerőből lett filozófus Gomez Dávilának a mondatát szoktam szeretni használni. Minden olyan filozófia, ami nem töredékes, az gyanús.
és ez teljes mértékben így van, vagyis a gondolatiság a lényeg, és bármelyikünk, mindegy, hogy milyen szakterületen van valaki, a gondolkodásra való képesség az, ami nagyon fontos. És ugyanakkor még azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy az az eredeti ógörög rácsodálkozás, ami a filozófia lényege, az valóban a filozofikus hajlamú és gondolkodásmódú emberre nagyon is jellemző. Egyfajta gyerekesség is van ebben, kétségtelen, hiszen a gyerek az, aki mindenre rákérdez, és amikor választ kapott, akkor újra kérdez, sőt a saját kérdésére is kérdez. Kérdez és kérdez. Ezt mindannyian átéltük. De a filozófia, ahogy Michael Oakeshott fogalmazott, a 20. század egyik angol filozófusa, azt mondta, hogy a filozófus az, aki megáll ott, ahol a többiek tovább mennek. És ennek van egy nagyon jó platoni előképe, hogy gyülekeznek a filozófus kiskutyák, ahogy Platón nevezte a tanítványokat, és Platón megjegyzik ott, hogy na de hol van Szókratész, hiszen ő viszi a beszélgetéseket. Hát nem tudjuk, nem tudjuk, nem tudjuk, de csak egyik mondja, dehogy nem tudjuk, hát itt áll a szomszéd kapuajban, és gondolkozik. Ahol a többiek tovább mentek, ő ott megállt, és gondolkozik. De hát ezzel azt hiszem, hogy elég világosan ki lehet fejezni, hogy miről van szó. Akkor menjünk rá arra a problémakörre, hogy milyen korban is élünk, és hát itt a modernségről szeretnék adni egy elég tömör, de hát remélhetőleg lényegre törő gondolatsort. A modern szót először Cassiodorus, a 6. századbeli politikus és történetíró használta, aki a kortársait újaknak nevezte, és önmagát úgy állította be, mint aki a régiek, és római és görög kultúrához ragaszkodnak, és azt akarták felmutatni, megőrizni. Na ez a régiek és modernek vitája, ez tulajdonképpen a mai napig tart. A mi kultúránkban ennek a csúcspontja a felvilágosodás volt, amikor is úgy tűnt, és hát ez kétségtelenül így van, hogy a modernek győztek. De ez nem jelenti azt, hogy ne lennének állandóan, egyrészt ez a vita ne lenne ott, csendben megjegyzem, értelmezhetetlen a kora újkori filozófia Európában, ha nem értjük, nem tudjuk, hogy miről van itt szó, sőt az irodalom sem, hiszen ebben írók, művészek is részt vettek ebben a vitában. De hogy a probléma gyökerét lássuk, hadd idézek a 16. századi francia politikai gondolkodás egyik alakjától, Bodentől, aki azt mondja, idézem, ám a régiek úgy mondják, voltak a művészetek és tudományok feltalálói. Ezért hálára vagyunk kötelezve irántuk. És valóban nagyon sok mindent ki is kutattak, de nagyon sok tökéletlenséget is hátrahagytak, amit mi teljesítünk be, és adunk tovább eképpen az utódainknak. És ha alaposan megnézzük a dolgot, senki sem kételkedhetik abban, hogy a mi találmányainkat és felfedezéseinknek a régiekkel való összevetése során egyértelműen a miénket kell előnyben részesíteni, idézet vége. Ezzel szemben Michel de Montaigne, aki az eszté műfajának megteremtője volt, azt írja, idézem, viszolygok az újítástól, bármilyen arcot mutasson is, és méltán, mert láttam igen káros következményeit, itt az idézet vége. Na most ehhez képest már odáig jutottunk el a jelenlegi vitákban, bár az arányokat ne tévesztük el, amit a politika fölhangosít, nem biztos, hogy olyan mélyen is hat, de kétségtelenül arról van szó, hogy jelen pillanatban vannak olyan kulturális erők, politikai erők a nyugati civilizációban, amely a saját kultúránkat akarja zárójelbe tenni. Mintha az örökségünk, amiből jövünk, az lenne az akadálya a jobb jövőnek, és egyáltalán, hogy az új, az mindenképpen győzedelmes legyen. Erre csak azt tudom mondani, hogy ez nem csak abszurd, de perverz is. Van kulturális perverzitás is ugyanis, amikor egy embercsoport,
egyigazságra felépített ideológiájuk nyomására az önmagához vezető hagyományt morális alapon korcsnak, sőt megvetendőnek tart. Olyannyira perverz, mintha valaki azért akarná az édesanyját megölni, mert megszülte őt. De ha valaki ezt elfogadhatónak tartaná, akkor logikailag mindebből az következik, hogy az anyagyilkost kellene minél előbb megölni, hiszen egy hibás döntés, szülés következménye sem lehet más, mint pusztulásra ítélendő személy. Perverz az egész. Így, ahogy van. Na most néhány pontban szeretném röviden a modernségnek a tulajdonságait elmondani. Az első ilyen, hogy minden hagyományt a jelen ítéletének kell alávetni. Ezzel önmagában nem volna probléma, csak az előzőkből látszik, hogy úgy érzi a ma néhány radikális, progresszivista alakja, hogy ez azt jelenti, hogy a múlttal szemben fölényben vagyunk. Tehát minden, amit a régi elődeink csináltak, gondoltak, létrehoztak, az nem számít, nem lényeges, sőt, minden, egy biztos morális fölényben érzik magukat a régiekkel szemben. A második ilyen vonás, hogy forradalmasították a tudományok beosztását. Itt a természettudományra kell gondolni elsősorban, amely egy olyan státuszt vívott ki magának a kultúránkban, aminek a mai hatásait látjuk. De azt is tudjuk, hogy ez hogyan kezdődött, és erről majd egy kicsit beszélni szeretnék, hogy a természet fogalma hogyan alakult ki, mert enélkül, bármilyen furcsa is, hogy a természethez milyen a viszonyunk, az nem filozófia értelemben milyen a viszonyunk, az enélkül nem értelmezhető, hogy ma milyen politikával élünk, mint ahogy a korábbi politikát is meghatározta. Harmadszor, mindig újra megismétlik a szakítást a korábbi mintaképekkel, autoritásokkal, szabályokkal. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a felhalmozott tapasztalat kevesebbet ér, mint bármilyen logikai alapú jelenbéli okfejtés. Na most ez egy nagyon lényeges kérdésnél vagyunk, mert a politikára is kihatott aztán a társadalmi szerződés megalkotására, hogy nem a tapasztalat számít, hanem az, hogy logikailag mit tartunk helyesnek. Abban a pillanatban, amikor a társadalmi szerződés gondolatát létrehozta az európai kultúra, ebben azt mondja ki, hogy ne a tapasztalatra hagyatkozz, hanem arra, amit az észből le tudunk vezetni. Erre még kitérek, mert ez egy lényeges pont. A negyedik az, hogy az elmét tájékozódását vesztett újításvágy uralja. Az újításvágy az azt jelenti, hogy modernek vagyunk, tehát az, hogy bármi, ami új, az feltétlenül jobb is. Erre volt két idézetem egy pár perccel ezelőtt a 16. századból. Innen van az eredetinek az ajnározása, és az, hogy mindenki és minden elvárásban, még talán egy általános iskolai dolgozatnál is az eredetiség egy ponton megjelenik, nem beszélve már aztán az egyetemen, mindegy, de mi az eredeti benne? Mint hogyha az önmagában eldöntene egy gondolatnak a minőségét. Az ötödik pedig a vonás az igazságnak a historizálása. Na most ez egy nagyon fontos dolog, hogy miért is vált az európai liberális baloldali gondolkodás relativistává, hát pontosan azért, amiért a progresszió eszméjét bevezette. Hogy ez az idő kezelése hogy alakította ezt, hogy ide jutottunk, ez egy nagyon fontos kérdés, de erre most nem tudunk kitérni. És előállt minden esetre gondolkodás végén a progressziónak az eszméje, ami azt jelenti lényegében lefordítva, vagy értelmezve, hogy a mai igazság az a holnap hazugsága. Vagyis az igazság, ha létezik is, relatív. Ez segíti elő a tolerancia is. Az a liberális elképzelés, hogy a tolerancia az egy nagyon vonzó dolog. Mi kivetni való? Hát legyünk toleránsak. Csak ezen közben elveszítjük az igazság elvi gondolkodást. Ha mindenkinek igaza van, az azt jelenti, hogy neked is van igaza, neki is van igaza, mindenkinek, az azt jelenti, hogy nincs igazság.
Nos, ez könnyű kimondani, de amikor ennek praktikus következményei vannak, akkor rájövünk, hogy miről van itt szó. És ez is elszakadt, kiszakadt az eredeti kontextusából, mert a tolerancia az a vallási toleranciát jelentette, és a vallásháborúknak való végetvetésnek volt egy eszköze, és egyszerűen csak azt fejezte ki, hogy a vélemények elnyomása inkább gátolja, mint segíti az igazság keresését. De nem az, hogy abszolutizálni kell a toleranciát, mert abból végül is igazságelvű döntés nem jöhet. És hogy ennek hogy van politikai következménye? Mondok egy mai példát, egy posztmodern filozófus, Richard Rortynak imádom csak a tanulmány címét megemlíteni, mert az a címe The Priority of Democracy to Philosophy, tehát hogy a demokrácia prioritás élvez a filozófiával szemben. Ha nem tudjuk, mi az igazság, és nem is akarjuk, és ne is derítsük ki, és hagyjuk a filozófiát, mert fontosabb a kompromisszum, a politikai béke minden egyébnél. Tehát azért tartozik ez ide, és ez a posztmodern baloldali gondolkodásnak egy nagyon fontos eleme. A demokrácia az fontosabb, mint az igazságelvű gondolkodás, erről van itt szó. No, ezek lennének a legfontosabb vonások vagy a modernségnek, de még messze nem értünk a végére. Ugyanis egy néhány szót kell szólni a természetről, amit általában társadalomtudósok nem nagyon szoktak ezzel foglalkozni, pedig meggyőződésem szemben a természettudósokkal, akik között egyébként szerintem több jobb filozófus született a 20. században, mint, hát, vessenek meg, mint a társadalomtudósok között. Egyszerűen a természettudománynak a gyökere, ugye a természet, egy olyan fogalmi változáson ment át a kultúránkban, ami más kultúrára nem jellemző. És ez magyarázza, hogy jutott oda a nyugat, ahova nyújtott. És ez pedig, hogy ez eredetileg a régiek, a görögök a természeten azt értették, ami a dolognak a lényegét fejezte ki. Ami a legbelsőbb hajtóereje egy dolognak, amely egy dolgot azzá tesz, ami az a természet. És nem a fizikai valóság vagy tulajdonságok összessége. A görög karakter szó is ezt fejezi ki. Eredeti jelentésében egy dolgot a karaktere, a belső tulajdonságai adják. A kutya ugat, az eső nedves, az ember racionális, azaz képes felfogni a körötte lévő objektív valóságot. No, ez aztán a reneszánszban, ez a természetfogalom megváltozott, és csak lerövidítve mondom, hogy egy mechanikus természetfelfogás lépett a helyébe, ami egyben a modern fizikának és a modern természettudománynak is egy kiinduló pontja, és szakítás volt ezzel a hagyományos természetfelfogással. A reneszánsz világában a természet anyagi tulajdonságokkal telítődött meg, és mindent mechanikusnak láttak. Az ember is innen van, ez a bizonyos, később sokat emlegetett, a felvilágosítók használták, hogy az ember egy gép, mint egy mechanikus lény. De ez is arra volt jó, hogy a modern természettudomány megszülessen, és amiben élünk, az jelenleg a természet harmadik értelmezési fogalma, és ez pedig a darwini evolúció elmélettel függ össze. Ma jelenleg, hogy mit értünk természeten, és hogy értelmezzük, az darwinihoz van kötve, ami mellesleg a keresztény egyháznak, teológiának igen, igen nagy, hát hogy is mondjam, kihívást jelentett kezdettől fogva. Az, hogy a természethez hogyan viszonyulunk, az ebben a folyamatban, ahogy a természetet egyre inkább materialista fogalmakkal írjuk le, tehát kihúztuk belőle a lelket, kihúztuk belőle mindent, amit a görögök még beleértettek, ebből következik az, hogy ma a természet
az újkortól folyamatosan megjelentek ezek a gondolatok, itt megjelent John Stuart Millnek is a neve, hát ő volt az egyik legnagyobb ellenfele annak a természet felfogásnak, miszerint az emberi viselkedést is a természet törvényei alapján kell értelmezni. John Stuart Mill gyönyörűen leírja, nagyon-nagyon provokatív, jó szöveg, amikor azt mondja el, hogy hát a természettől mit várunk? A természet közömbös, a természet kegyetlen hozzánk, a természetet le kell győzni. És nagyjából ebben a helyzetben vagyunk. Ugyanezt mondta Nietzsche is. A természetet, mit várunk a természettől? A természetet le kell gyűrni, és nem összhangban élni vele, meg egyéb ilyen romantikus dolgokról lenne szó. Ezen közben viszont az egész kora újkori gondolkodásunk materialistává vált, megingott Istennek a helye, ennek lesz majd a konklúziója, amire Nietzsche azt mondja, hogy Isten meghalt, egész pontosan azt mondja, hogy Istent mi öltük meg. Ne tévedjünk el, itt nem másról van szó, hanem hogy mi, az emberek, és hát itt volt, itt egy nagyon komoly modernség kritika van Nietzsében. Tehát ez tudatosult. Olyannyira tudatosult, hogy van egy kedvenc, nagyon rövid szövegem a 19. századi Søren Kierkegaard dán filozófusnak. Van egy szövegem, a modernségről szól, és hát meg kell mondanom, hogy mindent előrevetített, amiről ma is beszélhetünk. Idézném ezt a kis rövid szöveget, amit a modernségről ír. Azt mondja: egyrészt a szenvedélyes korokat szembeállítja a szenvedélymentes korokkal. És azt mondja, idézem, a szenvedéllyel teli korszak előrelök, új dolgokat hoz létre, míg másokat elpusztít, felemel és letaszít. A szenvedélymentes, reflektív korszak éppen az ellenkezőjét teszi, akadályoz és meghiúsít, mindent egyenlővé tesz. Ez a kiegyenlítődési folyamat néma, matematikai és elvont, amely kerüli a felfordulást. A legteljesebb kiegyenlítődés olyan, mint a halál csendje, amikor az ember a saját szívverését hallja. Egy olyan csend, amilyen a halál, amiben semmi nem képes behatolni, amiben minden elsüllyed, maga a tehetetlenség. Itt az idézet vége. Megemlíti, amit ma médiának nevezünk, hogy gyakorlatilag a szenvedélymentes, közömbös súlykolás az, ami zajlik, és a modern életformának nevezi a 19. század közepén a dán filozófus azt, amivel találkozott. De ez egyben azt is jelenti, mondja, hogy az emberi élet értelme válik problematikussá. Mert mit is jelent az értelemmel bíró élet? Heideggernek van egy nagyon jó szerzője, mármint aki róla írt, és Heideggernek a nihilizmushoz, ugye 20. század közepén vagyunk, művészetekhez, technológiához és a politikához fűződő viszonyát igyekezett megragadni egy Hubert L. Dreyfus nevű filozófus. Ezt írja: a modern korban, hogy értelmes életet éljen valaki, olyan kötődést kell kialakítani, amely meghatározza a valóságot. És ami meghatározza a valóságot, az nem olyan, mint az egyén számára időleges, noha kétségtelen, sérülékeny. Ezért van az, hogy ha egy társadalom, mint a miénk, tehát mára vonatkozik, racionálissá és meghatározóvá válik, az ilyen totális elköteleződések afféle veszélyes függőségeknek kezdenek látszani. Az elkötelezett individuumot hol munkaalkoholistának, vagy egy túl sokat szeretkező nőnek fogják érzékelni. Ez azt sugallja, hogy ahhoz, hogy valakit elismerjenek és becsüljenek, az egyéni elköteleződésnek szüksége van egy közös megértésre, hogy mit is érdemes követni. De mivel a kultúránk egyre inkább a kritikus el nem kötelezettséget, önállóságot és racionális választást ünnepli, egyre kevesebb és kevesebb a közös elköteleződés. Így aztán az elköteleződés egyre inkább őrültségnek látszik. Idézet vége. Azt hiszem, időben kezdünk közeledni a mai naphoz, meg ahhoz a probléma köteghez, amire végül is az egész előadás kifut.
A kötődés nélküli ember a legtörékenyebb, vagy a legkiszolgáltatottabb. Mi, európai emberek már megtapasztaltuk az individuum megistenülését, egyúttal azoknak a tényezőknek az elvesztését, amelyek segítenek az emberi életet értelemmel telinek látni. Az emberi élet értelemmel való újratöltése megkívánja valóságos célok kitűzését. A közösség alapját adó családot a gondolkodás középpontjába kell állítania. A közösségeinket hittel és közös cselekvéssel kell fenntartani, vagy megalapítani, beleértve a nemzetet is, mint a létezésünk legtágabb keretét. Csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy az emberi élet értelme az nem egy privát kérdés. Tehát itt most nem azért használtam ezeket a napi politikában is használható szavakat, mert hogy most igazodni szeretnék, igazodjon a politika a jó filozófiához, az fontosabb. Egyszerűen a modern világ magára hagyta az egyént, miközben hatalmasra növelt az egyén szabadságát. És ebben a helyzetben van, amire azután a filozófia elég sokféleképpen reagált. Itt muszáj egy fél bekezdésnyit Nietzscheről még mondani, mert utána elengedem. Viszont olyan meglátásai voltak a modern emberről, hogy még egy apróságot hadd mondjak el. Mert tudni, hogy föltette a kérdést, hogy mi nyújthat vigaszt vagy reményt a modern ember számára. Nietzsche egész filozófiáját, ha valaki szeretné megérteni, akkor azt kell tudni, hogy egy új morált akart létrehozni az egész gondolkodásával. Bármit írt a modern emberről, az a nihilizmusról és mindenről, ami ide tartozik, a hagyományos erkölcs rendszer helyébe akart egy új morált állítani. Kezdetben az antik görög tragédia szellemiségében látott lehetőséget. Majd Wagner, a zeneszerző Wagner szintén valami ilyesmit látott kezdetben, már Wagnerben látott egy olyan új szellemiséget, ami segíthet, de aztán kiábrándult Wagnerből is. Rajongott néhány filozófusért, és igen, Petőfiért is, tudnilik ismert Petőfi verseket Nietzsche, sőt, állítólag írt is Petőfit utánzó verseket, sajnos nem maradt fenn, de van nyoma annak, hogy van egy ilyen kulturális kapcsolódási pont. Az emberek többsége számára azonban a politika maradt, mint megváltási lehetőség. Nem a művészet, a vallással láttuk részben, hogy mi minden történt itt a modern természet és a modern materializmus kialakulása miatt. Maga Nietzsche is kereste ezt, hogy mi válthatja meg az embert, és hát azt látta, amit én is gondolok, hogy a modernség fokozatosan, a modernségben minden politikaivá vált, az önmagára maradt egyén egyetlen külvilági kapcsolata a politika maradt. Nem a művészetek, a kultúra vagy az erkölcs. A politika mindent elfoglalt az emberek életében, főként, hogy az ember a modernség egy pontján tömegemberré vált. És itt hadd idézem, ami a magyar nyelvű könyve megjelenésekor még nem ismertem ezt az idézetet, ami José Ortega y Gasset, 20. századi spanyol filozófusnak egy gondolat sora, de egyszerűen, hát ugye, amikor az ember mindig azt hiszi, hogy valami újat talál ki, akkor lehet, hogy már valaki kitalálta. Ortega nem arról beszél, amiről én, de ugyanazt a jelenséget fogta meg, amire az én jelenlegi előadásom is vonatkozik. A következő, idézek tőle egy szövegéből. És itt van egy fogalom, amit magyarra politizmusnak lehet fordítani. Minden nyelven kínlódás, politikalizmusnak. Maradjunk a politizmus szónál, nem itt, hogyha az olyan sokat jelentene nekünk. Idézem, a totális politizmus mindennek és az egész embernek a politika általi elnyelése a tömegek lázadásának egy és ugyanaz a jelensége. A lázadó ember elvesztette minden képességét a tudásra és a képességekre.
nem tartalmazhat mást, csak politikát, egy tomboló, örjöngő, túlzó politikát, amely azt állítja, hogy minden tudást, vallást, bölcsességet felvált. Mármint ez a politizmus. Egy szóval mindaz, ami valóban alkalmas arra, hogy az emberi elme középpontjába kerüljön. A politika kiszívja az embereket a magányból és az intimitásból, ezért a totális politizmus hirdetése a szocializáció egyik technikája. Itt az idézet vége. Szerintem ugyanazt pillantotta meg Ortega is, mint én, és nagyon hálás vagyok magamnak, hogy megtaláltam ezt a szövegrészt, mert ugye a kutatás az mindig úgy megy, hogy mindig van újabb és újabb, de sosincs vége ennek az egésznek. Ő a tömegemberre vonatkozott, ugye a tömegek lázadásához kapcsolódik ez a gondot, de nem ott szerepel természetesen, mert ez egy ismertebb szöveg, de ott szerepel nála, amiben hát a modern tömegembert és annak lázadását van a modern teljes zsákutcáját látta, mint tudjuk. No, a következő nagyobb egység, viszont ez rövidebb lesz, az a politika, mint megváltásnak a gondolata. Az egyik legfontosabb, amit itt most újra hangsúlyoznom kell, hogy a modern politika elmélet és gondolkodás ugyanúgy a materializmushoz fordult, mint ahogy a természet átértelmezésekor ez végbe ment. Hogy hogyan zajlik ez mindig is a kultúránkban? Hát az úgy történik, hogy ha valami problémával, válsággal találkozunk, akkor mindig is eddig a kultúránkhoz nyúltunk. Főként a görögökhöz, főként a latinokhoz, a rómaiakhoz. Ez történt a 17. században is, amikor Thomas Hobbes, aki az angol polgárháborút látta és szenvedte meg, keresett megoldást, hogy hogyan lehet véget vetni a háborúságnak. És erre jött az a gondolat, amit a ma társadalmi szerződés elméletnek nevezünk, és ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz ki kellett mutatni, hogy a tapasztalatra épülő politikai gondolkodás nem jó. Mert abból csak különbségek lesznek, a különbségekből konfliktusok, a konfliktusokból pedig háborúk. Ezért, és itt történt a filozófiában Leibniz és még néhány más gondolkodó vette észre és javasolta ezt a dolgot, hogy hogyan kellene a politika kontextusát megváltoztatni. De ehhez Hobbes tette meg az első jelentős lépést, mert azt az ember képet megváltoztatta, és redukálta egy materialista lényé az egyént. Hogyan, mihez nyúlt vissza? Hát az antik filozófiához, annak is a hellenisztikus kori egyik nagy iskolájához, az epikureizmushoz nyúlt vissza. Az epikureizmus, amely eleve a többivel, a cinizmussal, a sztoicizmussal és a többivel együtt, hedonizmussal, ezek mind-mind tulajdonképpen a görög világ bomlás termékei voltak. Mi egyben megegyeztek, ne menj ki az agórára, mert csak összezavarják a véleményedet, maradj otthon, mondják a sztoikusok. Az epikureusok, menj, a saját kertedet műveld, és azon belül is a te önmagad, saját tested, a saját lelked az, amit művelned kell. De ne menj ki a politikába, mert az éle, ott csak probléma lesz abból. Ehhez nyúlt vissza Thomas Hobbes, ezt kell látni, amikor a társadalmi szerződésről szóló munkáját a Leviatánt olvasgatjuk, illetve egy másik, az emberről szóló írásában világosan kiemeli, hogy miért van a jognak a szerepe, kiemelt szerepe a politikában és az erkölcsi kompromisszum kialakításában. Tudni szerződést kötni csak azok tudnak, akik valamilyen értelemben erkölcsileg egyenlőnek tartják magukat. Erkölcsi kompromisszumra van szükség. És a következőt írja De hominében, ennél világosabban nem lehet megfogalmazni, azt mondja, idézem, a politika és etika, azaz az igazságos és igazságtalan, a jogosság és a jogtalanság tudományai a priori demonstrálhatóak. A priori, azaz észből levezetett elvek alapján. Mivel mi magunk alkotjuk meg az alapelveket, vagyis az igazságosság okait. Itt az idézet.
zár. Ennél világosabban nem lehet megmondani, ne a múltra hivatkozz, ne a tapasztalatra hivatkozz, hanem arra, hogy a priori, tapasztalatmentesen, a saját individuális eszeddel mit tudsz létrehozni. Olyannyira ez volt az általános kép, hogy egy 20. századi általam egyik legkiváló filozófusnak tartott Ernst Cassirernek a Felvilágosodás filozófiája című munkájában ugyanezt a dolgot írja le, és idézem Cassirernek, amikor Leibniz filozófiájáról beszél, és az akkor végbement jog forradalmáról ír. Idézem Cassirert. Leibniz kijelenti, hogy a jogtudomány azon disziplinák közé tartozik, amelyek nem tapasztalatoktól, hanem definícióktól, nem tényektől, hanem szigorúan logikai bizonyításoktól függnek. Akkor nem tesz mást, mint világos és határozott következtetést von le Grotius egyik alapgondolatából. Mert hogy mi is a jog és az igazságosság önmagában véve, az a tapasztalatból nem hámozható ki. Idézet vége. Innentől kezdve meg az is világos, hogy John Locke már azt is meri mondani, hogy az erkölcsi ítéleteinkbe is el kell jutni, mint a természettudományokban matematikai pontossággal lehessen levezetni, hogy mi helyes és mi helytelen. Tehát ideig elment az emberi ész, hogy az aritmetika vagy a matematika exaktsága az meg létrehozhatja azt az elvi egyességet és elveknek a hálóját, amiből meg lehet a politikát változtatni. És ennek végül is aztán az, ami egy teljes mozgalommá vált, és intellektuális mozgalommá, ez a bizonyos társadalmi szerződés eszméje, ez létrehozza, mint mellékterméket, mint, hogy is mondjam, szükségszerű feltételét, hogy szerződés lehessen kötni, ez pedig az, hogy a politikában is fel kellett fedezni az individumot, aki hordozója vagy alanya az elidegeníthetetlen jogoknak. De ki ez az alany? Bárki, aki megszületik, s mint ilyen, egyenlő mindenki mással a jogok nyelvén kifejezve. És ezt logikailag, a priorilag lehet kialakítani. Ezért van az, hogy az írott alkotmányok ebben az időben fogalmazottak meg először. Hiszen nem a tapasztalat, hanem, most már nem ismétlem magam, hanem a logikailag az ész által létrehozható politikai keret az, ami változást hozhat. Na de ezzel, amikor a közben azt mondtam, hogy és ünnepelt dolognak számított és számít a mai napig, megkérdőjelezhetetlennek a társadalmi szerződés elve, hiszen ez a modern demokrácia alapgondolata, hogy közben mi történt az egyénnel, és ez az előadásomnak az utolsó nagyobb egysége, amire azt mondom, hogy az erkölcs a modernségben, és ennek a leglényegesebb eleme, hogy hogyan jutottunk el az individuum felfedezésétől egészen a mai, hát ennek az individuum csúcstermékéig, a narcisztikus személyiségig, amely bizony ma az egyik legjellemzőbb ember típusa a nyugati kultúrának. Megpróbálom lerövidíteni, mert lehet, hogy az így hosszú lenne. A következő szeretném elmondani. Tehát amikor a természetben megtörtént a materialista fordulat, amikor végül is megtörténik egy logikai fordulat a politikai gondolkodásban, akkor az erkölcs világában is végbe megy egy hasonló folyamat, csak hogy ez bonyolultabb és több szálon futó cselekményé változott. Az egyik domináns etikai felfogás, ami ebben az időszakban, a koramodernségben kialakul, azt úgy hívtuk később, hogy utilitarista erkölcs. Az utilitarizmus lényege ugyanaz az epikureista erkölcs filozófiában található meg, amelyről Lucrécius, ez a római szerző, akinek talán az egyetlen teljes műve maradt fenn az epikureisták közül, ennek a címe a természetről,
Ebben a művében Lukrécész ezt írja, idézem. A természet mindössze csak annyit igényel, hogy minden fájdalmat távol tartsa a testtől. Idézet zár. Ebből az ártatlan mondatból egy egész erkölcs filozófiai irányzat keletkezett, ez az utilitarista erkölcs filozófia a modernségben. Ez a bizonyos angol száz gondolkodásban a 16., 17., 18. században a haszon, a hasznosság, amely természetesen nem mentes a gazdasági kérdésektől, erre is meg mindjárt ki fogok térni, ebben a haszon központi helyet szerzett, de morális értelemben is. És pontosan ebben, hogy minden ember keressük azt a kiinduló pontot, ami megingathatatlan, alapelv, hogy minden ember, minden élő lény kerülni akarja a fájdalmat, és minél nagyobb örömre akar szert tenni. Ebből aztán kalkulust lehet vonni, és az egész utilitarista erkölcs filozófia a mai napig, bár ez már megingott az utilitarizmus, mint erkölcs filozófia, de nagyon sokáig ez volt a lényege a nyugati világ erkölcsi gondolkodásának. Ez a materialista alapja Hobbes, Hume, Jeremy Bentham erkölcs filozófiájának. Ez az a morálfilozófia, ami a klasszikus erényetika helyét vette át. A klasszikus, tehát a görög-római erényetika volt ennek a lényege. Volt itt egy másik, ami dominánsá vált, erkölcs felfogás, és ez pedig a kanti etika volt. Erről többet szoktunk hallani, elsősorban azért, mert a magyar gondolkodás, filozófia, történet, és egyáltalán a kultúránk a némethez közelebb áll, és az egész magyar filozófia történet vagy kantiánus, vagy hegeliánus, nincs más. Ez egy kicsit unalmassá is teszi a magyar filozófia történetének a 19. századig visszamenő tanulmányozását, de ez a helyzet. A kanti etika kiinduló pontja az, hogy lényegében egy bibliai kijelentés, megállapítás, amely úgy szól, Lukács 6.31, és amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Vagyis a kölcsönösség minden etika alapja, és minden erkölcsi tettnek az első és megingathatatlan kiinduló pontja az a jó akarat Kant szerint. És ugyanezt fogalmazza meg a kanti etikára vonatkoztatva, és erre a gondolkodásmódra, hiszen ez egy logikai konstrukció, amit ebből azután Kant létrehoz. Erre mondja a 20. században Karl Löwit, azt mondja, ezzel teljes összhangban idézem, minden valóságos tudás az okok tudása. Vagyis csak azt tudhatjuk igaz módon és alaposan, amit mi magunk idéztünk elő, vagy hoztunk létre. Az igaznak, a vérumnak az asszabb mértéket, hogy faktum, megalkotott, idézet vége. A kanti etika a modern ész egyik legnagyobb rendszere. Definíciókat használ, logikai levezetésekkel él, és nem lép át a klasszikus metafizika világába. Egy cselekedet akkor helyes, ha univerzális érvénye van, vagyis az észnek lehetősége és kötelessége, hogy a jó akarat talaján mindig a racionális igazolhatóságot tartsuk szem előtt. A kérlelhetetlen kanti etika nevezetes példája, hogy soha nem szabad hazudni, még akkor sem, ha egy magából kivetközött ember baltával a kezében rohan felém, és azt kérdezi, hogy hol van a barátom, akit meg akar ölni. Nem szabad hazudni. Ha egyszer hazudik az ember, akkor az egész rendszer összeomlik, és egyben ezeknek a logikai konstrukcióknak a rigorozítása az nagyon világosan látható ebből. De ennél, és ez a harmadik gondolati elem itt a modern erkölcs világáról, amit szeretnék mondani, a harmadik, és ez egy teljes újítás, ez pedig az, hogy a modern erkölcs kialakulásának legfontosabb egyik mozzanata, hogy a bűnt vagy a gonoszságot elkezdte szemlélni, sőt használni, sőt megváltoztatni a helyét
az ítéletünkben. 1725-ben, nagyon kedvelem ezt az olasz Giambattista Vico-nak nevezett filozófust, az Új Tudomány című művében úgy mellesleg a következőt írja. Idézem, a törvényhozás olyannak tekinti az embert, amilyen, és igyekszik hasznossá tenni az emberi társadalomban. A három vétkes hajlamból, amelyek tönkre tehetnék az egész emberi nemet, a vadságból, a fösvénységből és a nagyra vágyásból megalkotja a katonaságot, a kereskedelmet és a politikát. Tehát be tudjuk helyettesíteni, ugyebár. Vagyis a köztársaságok erejét, gazdagságát és bölcsességét. Három nagy hibából, amelyek biztosan elpusztítanák az emberi nemet a Földön, polgári jólétet teremt. Ez az axióma bizonyítja, hogy van isteni gondviselés, egy isteni törvényhozó szellem. Ez az ember önző szenvedélyeiből, amelyeknél fogva vadállatok módjára pusztában élne, kifejlesztette a civilizációt, amely által az ember emberi társadalomban él. Itt az idézet vége. Nem kevesebbet állít, mint hogy minden jó, ami, nagyon sok jó, ami az emberi életben van, sőt maga a civilizáció, az az emberi gyengeségekből, sőt bűnökből, amit erkölcsek bűnöknek nevezünk, alakultak ki. Úgyhogy ne vessük ezt meg, mondja ő, de ennél többet nem foglalkozik ezzel a gondolattal, szemben egy kicsit később Bernard Mandeville, bocsánat, akinek Magyarországon is jól ismert a Méhek meséje című munkája, az pedig egyenesen az egész gazdaságot, az egész civilizációt arra építi fel, hogy az emberi gyengeségeket használjuk ki. Itt van megint a haszonnak a gondolata. Mandeville felfogása szerint az emberek természetes hajlamait nem lehet legyőzni. Mandeville a hízelgést tekinti a legáltalánosabb emberi gyengeségnek. Idézem, a törvényhozók alaposan megvizsgálták az emberi természet erősségeit és gyalóságait, és úgy találván, hogy senki sem olyan barbár, hogy a dicséretnek ne örülne, sem olyan alávaló, hogy a megvetést eltűrje, joggal állapították meg, miszerint a hízelgés a legerősebb érv az emberi teremtmények számára. Idézet vége. Majd ezt írja később. Minél közelebbről vizsgáljuk az emberi természetet, annál jobban meggyőződünk, hogy az erkölcsi erény az a politikai termék, melyet a hízelgés csalt elő a büszkeségből. Idézet vége. A legnyomorultabb ripők is felbecsülhetetlen értéket tulajdonít önmagának, és a becsvágyó ember legfőbb kívánsága, hogy a tekintetben legalábbis az egész világ ossza az ő véleményét. Sorolhatnám, hogy mi mindent mond még Mandeville erről az egészről, és hát nem véletlen, hogy egyértelműen érvel amellett, hogy mi a baj a prostitúcióval. Hát hiszen munkát ad, egy szükségletet elégít ki. Mellesleg ő volt az első, tudomásom szerint, aki a modern világban egy tervezetet hozott létre, amikor az Edinburgh-i könyvtárban szerencsén volt kikérni az eredeti 1703-as, ha jól emlékszem az évre, ezt a kis kéziratát, ami arról szólt, hogy létre kell hozni vigalmi negyedet, mert a tisztességes hölgyek erényét úgy tudjuk megőrizni, ha ilyen vigalmi negyedekbe mehetnek a magukkal nem bíró úriemberek. Ez egy tervezet volt, amit aztán nem fogadtak el, de jelzi, hogy mennyire praktikusan gondolkozott ebben a formában. Tudnám folytatni még ezeket, hogy a bűn és a rossznak az erkölcsi relativizálása révén ez hogyan vált erkölcsi tanítássá, irányzattá az európai modernség kezdetén, elején, közepén, vagy ahogy tetszik. Ez azt...
bármelyik szerzőt nézzük, Hume, Leibniz, Hume, Kant, Rousseau, teljesen mindegy, valamennyi küzdött ezzel a problémával, hogy az emberi természet kettős, és legyőzhetetlen, ahogy Menville írja, az emberi gyengeség. Ezért aztán ebből nagy probléma lesz, hogyha az egyén kiterjesztésén dolgozunk, már pedig az egész politika, amire úgy emlékeznek az amerikaiak, hogy ők hozták létre az emberi jogoknak a világát, ebben az én kiterjesztésével nagyon sok probléma is adódik. És akkor itt jön csak azért, hogy finoman érzékeltessem ezt a antikok és modernek vitájában, hogy és akkor jön egy Pascal, aki ugyanezt a problémát, hogy mit tudok kezdeni önmagam bűnösségével, a saját gyengeségeimmel. És hát ő aztán radikálisra vette, Pascal, amikor a gondolatokban azt mondja, a 492-es számú gondolatban, aki nem gyűlöli önmagában az önszeretetét és azt az ösztönét, amelyik arra biztatja, hogy magát tekintse Istennek, nagyon elvakult ember. Valamint az igazi és egyetlen erény tehát önmagunk gyűlölete, mert gyűlöletesek vagyunk a gonosz kívánsága miatt, és egy valóban szeretetet érdemlő lény keresése, idézett vége ez a 485. Messze Nietzsche előtt fölmerült az embernek istenné válási gondolata. Friedrich Heinrich Jacobi, egy német filozófus a 18. században, Magyarországon kevésbé ismert, van egy híres levele, amelyet Fichtének írt, és ebben találhatóak meg azok a gondolatok, amit most nem fogok felolvasni, mert kicsit hosszú az idézet, amelyen nagyon világosan itt van, hogy az ember vagy Istent választja, vagy a semmit. Nincs harmadik út. Ez már megelőlegezi majd azt a nietzschei nihilizmus diagnózist, amiről beszél, vagyis hogy egyetlen gondolat sem pattan csak úgy elő, hanem fejlődik, alakul, és ez világosan Jacobiban már benne volt, és itt idézem, megismétlem, írja Jacobi, vagy Isten, ami rajtam kívül van, önmagát bíró lény, vagy én vagyok az Isten. Nincs harmadik, írja Fichtének a levelében. Ebből viszont mind az következik, hogy itt az európai erkölcsi világban, miközben létrehoztuk a társadalmi szerződés révén azokat a modern köztársaságokat, amelyek fokozatosan demokratikus fordulatot vettek, a természetben ellenséget látunk, és le akarjuk győzni, materialistán szemléljük az egész világunkat. Hát most jut eszembe, ezt kellett volna előbb mondani, ez az egész epikureista filozófia, ez annyira ott volt a levegőben, hogy Marx doktori disszertációja is erről szólt, hogy a Démokritoszi és a Lukrécészi epikureizmust hasonlította össze, hogy a két atom elmélet az hogyan van egymással. Tehát végestelen végig ebbe az irányba ment a dolog, és alakult ki az a morális világ, amelynek a központi nem kívánt, vagy részben kívánt, de nem kontroll alatt nem tudta tartani senki eszmeileg sem. Egyedül Pascal volt az, aki határozott volt ebben a kérdésben. Az egyedül meg kell vetnem önmagamban azt az ént, ami állandóan kiterjeszteni akar. Olyannyira, hogy átszivárgott a nyelvbe, észre se vettük. Egyszerűen ott van már, amikor például, csak egy példa, hogy az angol gentleman fogalma hogyan alakul át. Ugye a kereszténységnek a ember eszménye az a szent. Az angoloknál viszont a gentleman fölvette a becsületes ember, a man of honor-nek a fogalmát.
Csak hogy ha megkapargáljuk, és ezt már Mendvil is látta, mert először ő hívta fel erre a figyelmet, ez azt jelentette, hogy míg a keresztényi erkölcsben az alázat az első számú parancs, addig valójában ez a gentleman, ami a becsületetre helyezi a hangsúlyt, az valójában az önkiterjesztésnek, méghozzá a büszkeségnek, és ből származik a becsület fogalma, az valójában az egyén kiterjesztéséről szól. De ugyanúgy Rousseau-nál, és ami központi gondolata az ő etikájának, hogy az ember nem bírja elviselni a szenvedés látványát, és ezért állandóan megesik a szívünk a szenvedés láttán, hogy ezt is lehet értelmezni úgy, sőt, nagyon is így értelmezik sokan, hogy ez is az egyén önkiterjesztése. Valóban önmagamról szól ez a dolog, hogy valakinek a szenvedését nem tudom nézni, és ezért segítek neki, vagy megesik a szívem rajta, mert ha már cselekszik, az egy másik műfaj. Mivel nagyon megy az idő, és én megígértem, hogy nem fogom magamnak megígértem, nem léptem túl az órát, ez egy órát, ehhez pedig közel vagyunk már, két gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy mindez, amiről itt most így remélem, hogy elég világosan beszéltem, most csak az erkölcs részére gondolok, hogy ez hogyan jutott el máig. Itt hadd említsek meg egy nagyon gyakran emlegetett, Magyarországon kevésbé, bár le van fordítva már egy csomó könyve is Ayn Randnek, aki regényíró volt, de bölcseleti munkákat is letett az asztalra, és ő az, aki elvi szinten hangoztatja az önzőségnek az erényét, ez is az egyik könyvének a címe, hogy az önzőség erénye, mert azt tanítják nekünk, hogy az önzetlenség jó, az önzőség rossz, stb. És hát ő kifejti, és itt mögé tesz egy filozófiai okfejtést, hogy valójában az ember racionális lény, ez a legfőbb erénye, minél több racionalitás, tudás, annál erényesebb az egyén. Őszintén szólva, ez a felvilágosodásnak az egyik legprimitívebb értelmezése vagy felfogása, de kétségtelen, hogy egy rendszert hozott létre ebből Ayn Rand, és világosan elmondja, hogy minden, ami ilyen önzetlenségre utal, meg ehhez hasonló, ez csak képmutatás, és valójában mindenki önérdeket követ, azt akarja érvényesíteni, és ezt abszolutizálja, vagyis létezik egy ilyen. De hát, hogy hova jutottunk, csak azért, hogy ebben az önkiterjesztésben is a rossznak, a jó oldalának a hangsúlyozásával, nem olyan régen vetítik az Elvis filmet, amelyben van egy számomra pontosan ideillő kis apró rész, amikor ugye az Elvis, és akkor ez egy kis lazítás, Elvis befut, és mindenféle tárgyakat árulnak már vele, kitűzőt, kismackót, na minden öreg ördögöt, és ugye az ezredes, aki a menedzsere, az a kezében nyomja az egyik, talán anyuka vagy apuka, vagy minden, de hát, hogy hát itt van egy olyan hogy kis tárgy, amire az van ráírva, hogy utálom Elvist, és akkor az ezredes, ugye ez a ravasz menedzser azt mondja, hát persze, hát ennek is ára van. És mennyire így van, csak nem gondoljuk végig, hogy ő több évszázados gondolkodási folyamat áll. A csúcspont, és ez lesz akkor az utolsó gondolatom, az a narcisztikus egyénné hogyan alakultunk át, mármint a kultúra társadalmává, a nyugati társadalom. Természetesen ennek is nagyon szép irodalma van,
akit nagyon érdekel, annak a Christopher Lesch nevű amerikainak a könyvét ajánlhatom. A Narcizmus kultúrája címet viseli, és nagyon-nagyon világosan leírja azt a folyamatot, és ezt most nem fogom, mert felolvashatnám, de az már nagyon hosszú lenne, összefoglalva. Leírja azt, hogy a 60-as években, amikor a baloldali forradalmi lendület, az utolsó nagy, jelenleg ismert hát marxista lázadás történt a 60-as években, akkor úgy érezték, hogy az ebben résztvevők, hogy a gondolat és a politikai cselekvés átfedi egymást, vagyis hogy az egésznek értelme van, valami felé halad, és hogy erre vágytak. Csak hogy ez kudarcot vallott, és ezután következett be, amikor is az egyén elkezdett alakot váltani a nyugati kultúrában, elsősorban is az amerikai kultúrában, amiről Lesch azt írja, hogy a narcizmus az amerikai kultúra egyik központi témájává vált. Ez arra helyezte a hangsúlyt, hogy valójában az egyén az egy gazdasági egyén, kezdődött ezzel, de ez, amit ugye a gazdasági érdekek vezetik, de hát ez benne van már a haszonelvűségben, sok mindenben, de ami igazán újdonság, ahogy a liberalizmus válsága, ami a 80-as évektől érzékelhető, ebben megjelenik egy új ember típus, és ez pedig a pszichológiai ember. És ebben az alap élmény a politikából való kiábrándulás, mert azt mondja, szinte szó szerint mondhatom, hogy egyrészt az emberek kiábrándultak a 60-as évek politikai kudarcából, cinikussá váltak, általános lett a bizalmatlanság, a politikában a hazugság az általános, mondják, rutinszerűvé válik, és hát a kiábrándultság az állammal szemben jellemzi az embert. Ehelyett mit is kellene csinálni? Hát azt, amire már itt volt utalás, hogy magának kell az embernek ezt kialakítania, hát az történik, hogy az ember többé nem a bűntudata kell, hogy irányítsa, hanem egy értelemkeresés, amiben persze mindenféle tevékenység előfordul. Itt valahol lehetne is idézni, de hát ismerjük ezt a jelenséget. Az emberek a kiürülő énjüket, az üressé váló egyénüket megpróbálják feltölteni. És akkor odafordulnak a keleti filozófiákhoz, de nem tudom én, elmennek hastáncosnak, szóval mindenfélével próbálkoznak, amivel megpróbálják kitölteni ezt az üressé váló, ám de önmagát kiterjesztő egyén. Itt fontos különbséget tenni, hogy itt nem a magányról van szó, ennek is van egy nagyon jó könyve, mert a magányosság az természetes. Ellenben az, ami kialakult, és ezt nevezzük egy posztmodern énnek, vagy narcisztikus énnek, az valójában a hitetlenség, vagy a hitvesztés, a bizalmatlanság, a közösségellenesség és a tradicionalitás ellenességnek valamiféle kombinációjából előálló attitűd, ami a posztmodern énre jellemző, és kialakult az a személyiség, amiről Lesch is ír, hogy ez a narcizmus kultúrájához vezetett, és ez a teljes kiüresedés, az emberi élet értelmetlenségének a bevallás, ez szimptóma, és ebből ennek olyan következményei vannak, hogy az objektív és a szubjektív közötti kapcsolat, egy különbségtétel relativizálódik, hogy a magánélet és a közélet összefolyik, valójában
az én olvasatomban akár itt bejöhet Ortegától az idézet, hogy mindent radikálisan elönt az, amit politikának nevezünk. És hát egy olyan helyzetbe került a modern európai magánélet, amely gyakorlatilag a háborús közéletnek a része. Vagyis azt is mondhatnánk, hogy a közélet az privatizálódik, és a magánélet pedig politizálódott. Ebben a helyzetben, és ez az én mondani valóm ma estére is, és mind a két könyvemben, amit hát megírtam az elmúlt 2,5 évben, erről szól, vagy ezt próbálja kifejezni, hogy az egyéneknek, amiben a nyugati kultúra kialakított minket, és ebben én nem ostorozom ezt, ez már benne volt a görögségben is, benne van a kereszténységben is az individuum hangsúlyozása, azért egy olyan állapotot értünk el, amelyben a közösségiség, már pedig ez az alaptermészetünk, ha akarjuk, ha nem, ezt az egyensúlyt helyre kellene állítani. És én csak remélni tudom, hogy ezzel az előadásommal is hozzájárultam ehhez a gondolathoz. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket.